Minden készen állt Csanádpalotán 2019-ben arra, hogy megkezdődjön a művelődési ház rég várt felújítása. A város ugyanis 250 millió forint forrást nyert el erre a célra. Az önkormányzati választás utáni évek azonban feszültségekkel és szembenállással voltak tele, 3 év telt el úgy, hogy a beruházás nem indult el. Ez viszont azt is jelentette, hogy a település rendelkezésére álló pénz már nem volt elég a megvalósításhoz. Kiderült, hogy a felújítás, átalakítás elvégzésére beérkezett legjobb ajánlat a rendelkezésünkre álló keret jóval meghaladja. A hiányzó forrás előteremtésére az irányító hatósághoz fordultunk, és országos képviselőnket, Lázár János építési közlekedési minisztert segítségét kértük. Miniszter úr közbenjárására az irányító hatóságtól megkaptuk az 51 millió forint kiegészítő támogatást, amit ezúton is köszönünk. A projekt küzdelmek árán, de megvalósult, és most itt vagyunk a felújított művelődési ház épület előtt, hogy ismét megnyissuk ajtóját, és átadjuk a helyieknek. A felújítás így idén nyáron megkezdődhetett, és évvégére a kivitelező be is fejezte a munkálatokat. Lázár János építési és közlekedési miniszter az átadón arra hívta fel a figyelmet, hogyha egy önkormányzat törődik a lakosokkal, és az ő érdekeiket helyezi előtérbe, akkor a fejlesztések sem maradnak el. Én örülök annak, hogy hosszú szembenállás és viták után sikerült nyugalmat teremteni ebben a közösségben. Ehhez szükség volt a képviselőtestület higgadságára, bölcsességére, és a polgármester úr tapasztalatára, higgadságára és nyugalmára is, és ennek a nyugalomnak és összefogásnak meglett az eredménye is. Nem csak ehhez gratulálok, hanem számos más fejlesztési elképzelés is lassan-lassan révbe ér itt ebben a közösségben, és bizonyosságot nyer az, hogy a hőzöngés és az állandó durvaság és az állandó nemek mellett vagy után talán az igenekre is szükség van, és a nyugodt erőre, a nyugalomra, az építkezésre és az összefogásra is hely kell maradjon ebben az országban, ebben a közösségben és még máshol is. A Kelemen László művelődési ház a beruházásnak köszönhetően nem csak korszerűbb és szebb lett, hanem a korábban kihasználatlan terek átalakításával jóval nagyobb is. Az épület emellett több új funkcióval is gazdagodott, így mostantól valóban minden korosztály magáénak érezheti a közösségi teret.